Sziasztok, Maxwell vagyok, ez pedig egy általános PvP Unholy Deathmite videó, melyben szó lesz a Reforged Gem, Enchant, Runa, Rota és Pet Controlról. Lássunk is neki. Reforged, Stat, Hit Rating 3%, Expert az 4%, 7% Spell Hit Chain. Fő statunk a Strength, Reforged prioritás Mastery, Haste, majd Crit, Gem. Piros és Prismatic Socket, 160 Strength, kék 80 Strength, 80 PvP Power, sárga, 80 Strength, 160 Mastery, vagy 80 Strength, 160 Haste, vagy 80 Strength, 80 Resilience. Meta Socket, 216 Strength, 3% Increase Critical Effect, Encha, cipő, 140 Mastery, Move Speed, csukló, 180 Strength, Back 180 Crit, vagy a 4000 attack power-es térdoros backencsi chest 200 PvP-rezi, kezes 170 strength, a fegyóencsi fallen puszújjal. Ezen felül hozzátartozik a DK-hoz, hogy másik két fegyvert is használ fight közben, az egyiken spell shattering enchant van, a másikon sword shattering enchant. A spell shatteringot akkor veszük észbe, mikor olyanok ellen akarunk self-healelni Lichborn Redcoil kombóval, aki képesek a silence-re, mivel felezi a silence időtartamot. A Sword Shatteringot akkor veszük kézbe, mikor olyat akarunk burstolni, aki képes disarmolni, mivel felezi a disarm időtartamát. Death Runa generálás. Festering Strike egy Blood Rune és egy Frost Rune-ba kerül, két Dead Runát kapunk érte, Icy Touch egy Frost Rune, egy Dead Runát kapunk érte, Blood Boil egy Blood Runába kerül, egy Dead Runát kapunk érte, Blood Strike egy Blood Runába kerül, egy Dead Runát kapunk érte, Pestilence egy Blood Runába kerül, egy Dead Runát kapunk érte. Burst Rota, Plague Leech-sel. Outbreak, Soul Strike, Festering Strike, Soul Strike, Festering Strike, Empowered Rune Weapon, 4 Necrotic Strike, Plague Leech, 2 Necrotic Strike. Pet Control, Club 125% normal damage, Transformed Club 150% normal damage, 3 targetba, Gnav, stun 3 szekre, Transformed Glove 125% normal damage, stun 4 szekre, Leap, charge egy ellenséges targetra, Transformed Leap, charge egy ellenséges targetra, amit interruptolja a spellcastot, illetve rotol 2 szekre, Hudge 50% damage csökkentés, Channeling 10 szek, Transformed Hudge, 50% damage csökkentés, nincsen channeling. Ezen felül a Pet Controlba beletartozik a Pet megfelelő irányítása is, Attack Follow Stay, amivel például ki lehet backelni egy Hunter Tappet. És egy kis extra így a végére. Használjátok Nameplate Golden Addont, ezzel láthatjátok az ellenségetek Nameplate-je felett az aktív CD-t, ezáltal sikeresebben tudtok spell-lopást végrehajtani, vagy AMS-sel kivédeni egy adott spellt, field, challenge, stb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!